A szószórók boltjában teli a polc szószórókkal. Van régies, meg új, szerelmes, meg reklámos, regényes, meg levelezős, figyelmeztetős, felszólítós, meg baráti, gyöngéd, gyászos, helyesírásos, meg nélküli. Csak a papírt kell vinni, oda tartani, jól megszórják és kész. Ott az írás rajta. A régi képek boltjában teli fényképalbumok régi képekkel. Régi nagypapákkal, régi nagymamákkal, régi gyerekekkel. Mosolyogni, mosolyogni, mondja a boltos. És ők mosolyognak szépen. Mi már mosolyoghatunk, gondolják. Rég meghaltunk. A meglepetések boltjában milyen mik vannak, ha mi azt tudnánk? A kérelmek kisboltjában két kocka cukros doboz között üldögél egy kicsi istenség. Derék kis istenség, szerény adományért meghallgat minden kívánságot. Egy kocka cukor előtte, egy meg utána, és teljesül a kérésed. A magasságok boltja rettentő magasan van. Először föl kell mászni egy létrára, onnan egy fára, onnan még egy toronyba, onnan még egy tetőre, és ott van. De ha az ember egyszer ott van, akkor vehet magának varázsszöget, varázsövet, varázskampót, varázskötelet, varázskesztyűt, varázsbakancsot, és már semmi lemászni onnan. Az őrangyalok boltjába nem lehet bemenni. Besóhajtani lehet csak nekik. Itt tessék besóhajtani, ki van írva. Akkor azt ők meghallgatják, a kötést, horgolást leteszik, és már is indulnak, ha kell. Ha meg nem kell szerintük, akkor nyugodtan horgolnak, kötnek tovább. Ül az ifjú ármányka az ármányok boltjában, és szövi az ármányt. Hatalmas ármányt szövök, gondolja, lesz benne minden. Utazás, bűnbánat, zseblámpa, félmosoly, italok, levelek, lépcsők, folyosók. Gyönyörű szép lesz. Jön az öreg ármány, ránéz a színes ábrákra, megcsóválja a fejét. Csak egyszerűen, fiacskám, csak egyszerűen. A szerelem csütörtök boltjába beszaladnak a vevők csütörtökön. Ez hát a szerelem? Kérdezik. Ez hát, mondja a boltos. Nem tévesztett el a naptárt? Nem hát, mondja a boltos. A nyugodt szívek boltjába jönnek a bolygóhajósok. Jöttünk, hogy megnyugodjon a szívünk, mondják. De a boltban nincsen senki, csak a falon a sok írás. Itt jártam, hogy megnyugodjon a szívem. Ezt mind elolvassák, ők is fölírják. Hely mindig van rá, hogy nem. A térképek boltjába bemegy a vevő, elmondja az életét, a boltos meghallgatja. Elővesz egy térképet, kitűz rá egy kicsi zászlót, és azt mondja, tessék, ide sodorta magát az élet.
A kisbácsi gombosboltja éjjel-nappal nyitva van. 101 fiókban tartja kisbácsi a gombokat. 100 fiókot kihúz, minden gombot megmutat a vevőnek. A világ minden ruhájára lehet itt gombokat találni. Mégis van, aki a 101. fiókot is meg akarja nézni. Az a fiók üres, mondja kisbácsi, és nem mutatja meg soha a 101. fiókot. Csak éjjel, amikor egyedül van, akkor húzza ki néha vigyázva. Az a fiók csillagokkal van teli, az ég csillagaival, és ha még jobban kihúzza, nagy fényesség. Egy kicsit belátni a mennyországba, és hallani, hogy suttognak az angyalok. Mm-hmm.